3 kamionplaton 110 rocker zenélt egyszerre. Ma délután olyat láthattak és hallhattak a kecskemétiek, amelyre korábban még nem volt példa. Rock kamionok járták be az utcákat, megállva a város ikonikus helyszínein. Tökéletes időnk van ilyen szempontból, mert nincs nagy meleg, most éppen szerintem meg fogjuk úszni az esőt. Az összes ilyen műholdas előrejelzés azt jelzi, hogy olyan 4 és 6 óra magasságában lesz egy rövid esőnk. És innentől kezdve tiszta a hétvégénk, úgyhogy velünk van a Szentpéter, úgyhogy rock and roll lesz Kecskeméten. 14 órakor indultak a kamionok a Benkó Zoltán szabadidőközpontból. A szervező azt mondja, egy ilyen esemény előkészületei 7-8 hónapig tartanak. Korábban már Szeged és Debrecen utcáin is végigbömbölt a rockkamion. Szegeden csináltuk meg egy tábor alkalmával. Nyilván volt erre példa. Én például annak idején kezdő zenészként még Fóvos zenekarra, május 1-én jártam a várost ilyen ébresztővel. És onnan jött az ötlet, hogy valahogy ezt oldjuk meg, és akkor elkezdtünk technikailag gondolkodni rajta, hogy agregátor és mindenféle egyéb más kegytárgy kerül fel ilyenkor a platókra. A 110 rocker között vannak lelkes amatőrök és profi zenészek is. Van, aki először van ilyen rendezvényen, és akadnak olyanok, akik már többször szálltak fel a kamionra. Milyen élmény ez egy zenésznek? Ez egy kihagyhatatlan, tehát hatalmas élmény, óriási társaság, mindenki ugyanazt akarja, teljesen egyfelé jár az agyunk, úgyhogy hogy olyan emberekkel vagyunk körülvéve, hogy nem nagyon találok szavakat, úgyhogy nagyon jó érzés, legjobb. Soha nem volt még ilyen, úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen lesz, hogy fog kinézni, csak azt hallom, hogy valaki kiabál katta, pedig 1000 katta van itt, úgyhogy már mindenre figyelek. A kamionok nagyjából 30 km/h sebességgel haladnak, kisebb forgalmi dugókat okozva. Kecskemét híres helyszínein megállnak mini koncertet adni, majd gurulnak tovább. A repertoár már bevált alapból válogatunk a repertoárban, ami úgy néz ki, hogy most 5 dal lesz a műsoron, ezen a kamionplaton, ezt ők már ismerik, tehát már játszották, együtt játszották már korábbi flashmobokon, és hát ilyenkor megy fülesbe, megy nekik egy komplett jel, hogy mire kell játszania, tehát azt követi, és ilyenkor, hát ugye meg ugye a 3 plató között ugye a kommunikáció, ez így fog zajlani most. A felkészülés egy hosszabb folyamat volt, a zenészek előre megkapták a zeneszámokat, amiket otthon begyakoroltak. Csütörtök este egy bemelegítő Depeche Mode tribute koncerttel rajtolt el a főtéren a Kecskemét Rocks Fesztivál, ami pénteken és szombaton a rockzene fővárosává teszi a híres várost. Ma este már a Benkó Zoltán szabadidőközpontban lesznek a koncertek, fellép a Tankcsapda, a Fish és a Depresszió is. Szombat este pedig jön a várva várt City Rocks Flashmob. Több százan éneklik, gitározzák, dobolják majd el közösen a magyar és külföldi rockzene 11 ikonikus slágerét a Benkóban. A Flashmob után 22:30-től sokak örömére a Mobilmánia és Vikidál Gyula lép színpadra.